ebben az év hónapban, amikor a Mikulás érkezik, éppen december van. Tudunk mi erről egy szép dalt énekelni a gyerekekkel. Mikulás bácsinak nehéz volt elindulnia, hogyan is jött, van erről egy versünk. Hegyen, völgyön, mély a hó, lassan léptek fél a hó, őszakállam vérezett, messzi földről érkezett, kamós botja imbolyott, kutonyában mit hozott? Mindenféle földi jót, dundidiót, magyarót. Lassan lépkedt mély a hó, siess jobban tél a hó. Nagyszakállú tél a hó, jó gyerek barátja, cukrot, diót, magyarót, rejteget a zsákja. Amerre jár reggeli, kis cipőcske megteli, megtölti a télapó, ha őre se látja. Kis cipőben nagy csizmába olyan jég hullik, reggel a sok gyerek arca csupa mosolygós, mind a szongyák kutyák nálunk a jó télapó. Szerintem először készítsük el a mézes kalácsot a Mikulásnak, hogy tudjunk neki majd valamit adni, jó? Szitáljuk meg hozzá a lisztet. Fogd meg a szitádat, és mondjuk együtt, jó? Figyelj! Szita, szita, szolgáló, van-e lisztet eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Most mézes, tegyünk bele mézet, jó nyúlósan. Szitta, szitta, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Figyelj, mert most mély hangon mondjuk, jó? Figyelj! Hullahó! Köszönöm szépen!
Ketten vagytok? Igen, Réka. Kicsikén, ne mondjad ki, most majd ott van.